A napokban ünnepelte 45. születésnapját Sydney olimpiai bajnok a Csolány Szilveszter. Világ és Európa bajnok tornászunk külföldön él, így most Skype-on köszöntjük fel őt. Jó reggelt kívánok, szervusz Szilas, Isten éltessen! Szép jó reggelt, nagyon szépen köszönöm! Na, hát eljött ez a nap is, a közelmúltban volt ennek a napja, nem tudom, te számolgatod még? Én már elhagytam egy ideje a számoknak így a konkrét jegyzését. Én azt szoktam mondani, 40-től visszafelé kezdek el számolni, tudod? Klassz, most vagyok 35. 35, nagyon jó. Picit dőjél hátrébb, hagyj lássuk egy kicsit. Jó, köszönöm szépen. Bocsánat. Szóval, hogy igen. És ezt fizikailag is érzed, hogy a visszafelé számolás az egyfajta javulással is együtt jár, vagy? Hát pár év is megint mehetünk versenyezni. Nem, azért. De nincsen gond, hál' Istennek, tehát fizikálisan még mindig jól vagyok, tehát. Azért ugye a mindennapos mozgásom még mindig megvan, tehát. Szuper. Ez azért van, mert ahol most külföldön dolgozol, ott edzőként erre szükség van? Edzőként persze, hát abszolút. Tehát vannak olyan embereim, akik hát hobbi tevékenységet csinálnak csak, tehát nem komolyan űzik a sportot, és őket azért emelgetnem kell, hát 13-14 éves lány. Uh-huh. Azért hát nem annyira könnyű. Tehát nem annyira könnyű. Ez sem minden oké. És az edzői munkád alapvetően ilyen jellegű, hogy mondjam, hobbi tornászokkal való foglalkozás? Nem kimondott. A hétvégén van versenyem kicsikkel, ők 7-8 évesek, tehát én inkább azt mondom, hogy az én fő feladatom az utánpótlásnak a nevelése. Uh-huh. Mekkora létszámú csapatot jelent ez? Ezek fiúk már itt az utánpótlásnál? Lányok. Uh-huh. Mekkora létszámú csoport ez? Igen, az igazság, hogy tulajdonképpen az én csapatomban most 5 lány van, akikkel még a nyárig én foglalkozok, utána viszont továbbadom őket a következő edzőpárosnak. És újat kezdesz, vagy pedig valami más terved van nyár után? Hát lehetne kezdeni új csoportot mindenféleképpen, de más terveim vannak persze. Lehet erről valamit tudnunk nekünk, nekem, csak nekem mondd el. Ha csak neked így négy szem közt tudod, hazamegyek, tehát nem folytatom én tovább ezt a külföldi munkát. Nem azért, mert rossz dolgom van, vagy nem becsülnek meg, sőt kimondottan meg vannak velem elégedve. És szeretnék, hogy maradjak, csak hát a család nélkül ez így nem élet. Hát igen, ez egy nagyon nehéz része, ezt tudjuk, hogy azért te mindig egy családcentrikus ember voltál. Ezt hogy viselted eddig, hogy egyáltalán ilyen távolságra vagytok egymástól? Egyetlen rosszul. Tehát ez szerintem, aki szereti a családját, azt hosszú távon ezt nem lehet elviselni. Uh-huh. És arra meg gondolom nem volt mód, hogy őket is valahogy kiköltöztes, tehát az... Ja, nem, dehogy is nem. Abszolút. De hát... Ők nem akartak jönni, én ezt nem, vagy próbáltam feszegetni azért, ugye mikor otthon vagyok, de nem, és abszolút meg is értem, tehát nem, nincs ezzel gond. Uh-huh. Nincs ezzel gond, én fogom feladni, és én megyek haza. Igen, csak azért kérdés, ugye, mert azért ezt már te többször megtetted, a világ több pontjáról hazajöttél, ugye hát voltak olyan még az aktív tornász éveidben is ugye olyan igen. időszakok, amikor ugye az amerikai edzői munkádat hagytad ott, mondjuk hál' Istennek nem volt, ez egy nagyon rossz döntés, mert azért utána csak összehoztál egy-két olimpiai világbajnoki címet. Egy szó, mint száz. Benne van ebben esetleg az is, hogy mondjuk a tornaszövetség ugye az utóbbi évben hát kvázi elég erőteljesen kommunikálja azt, hogy szeretné a külföldre szakadt kiváló magyar edzőket, tornászokat hazacsábítani. Éppen a közelmúltban pont Fajkusz Csabával volt alkalmam beszélgetni, aki Ausztriában, ugye Linzben töltött hosszú-hosszú éveket, és most gyakorlatilag 10 év után visszaköltözik Győrbe, és mi több, éppen az ottani női szakosztályigazgató lesz, ami hát szintén szokatlan, de hát a tornasportban azért van átjárás férfi-női edzők között. Szóval... Nem, ennek semmi köze, úgymond a megkeresésnek. Ma ugye hát én Sopronba megyek vissza, tehát én ott szeretnék lakni, élni. Uh-huh. Ott nem tudom, mennyire működik a tornaklub, de semmiféle megkeresés nem volt. Ezt már annól szerintem megbeszéltük, körülbelül egy másfél évvel ezelőtt voltam utoljára a Digisportba. Igen. Akkor addig sem kerestek meg, azóta sem kerestek meg.
Hát azért bátorkodtam újra feltenni ezt a kérdést, mert azért az elmúlt másfél évben sok minden történt itt, ugye. Igen? A tornasport kiemelt sportág lett, egészen másfajta támogatási rendszer van, és ugye ennek a mondjuk úgy a keretében volt ugye ez a kezdeményezés, amennyire én tudom, hogy a Tornaszövetség részéről, hogy meghirdették ezt a programot, hogy külföldön dolgozó edzőket, szakembereket próbálják meg visszacsábítani. Tehát úgy gondoltam, ez most aktuális, sajnálatosan hallom, hogy akkor téged ennek a keretében nem kerestek meg, ha jól értem. Nem, abszolút nem, de nem, megmondom őszintén, nem is gondolkodtam ezen. Én úgy vagyok vele, hogy a saját lábamon szeretnék megélni, saját magam intézem a dolgaimat. Nem tudom, tehát vagyok, tehát nem tűntem el a világban. Ha esetleg valakit érdeklek, akkor nyugodtan megkereshet, mert én úgy minket mondom, igen, látod, itt vagyunk. Én bizonyítottam, hogy nem vagyok rossz edző. Több magyar edzőt meg lehet kérdezni, akikkel én együtt dolgoztam, például Izlandon is, hogy milyen edző vagyok, és hogy is mondjam csak. Tehát én tudom azt, hogy utánpótlás nevelésbe szerintem kimondottan jó vagyok. De csak azért is kérdezem, mert ha hazaköltöző Sopronba, azon túlmenően nyilván a legfontosabb része ennek a döntésednek a családoddal való újra egyesülés lesz. Mi a terved? Tehát edzői munkával szeretnél talpon maradni, hogy fogalmaztál te magad intézni az életedet, vagy van-e már valami elképzelésed a folytatásra? Sopronban semmiféleképpen nem, mert ott mondom, a tornasportban anno kicsit benne voltam, elkezdtem tevékenykedni, de aztán meggátolták, de tehát a tornasportban megmondom őszintén, nem is tudok gondolkodni, abszolút. Már itthon nem tudsz gondolkodni? Itthon? Igen, tehát Sopronban nem tudok gondolkodni a tornasportban, max fitness, személyedzősködés, ilyesmibe gondolkodom maximum, de azt meg lehet, hogy nem otthon, hanem Ausztriában, nekem ott van a határ 2 perc. Az igaz. Tehát, nekem az a fontos, nem az, hogy hol dolgozok, hanem az, hogy minden este én otthon vagyok. Család. Tehát, de vannak más elképzeléseim is. Tehát, na, egy picit erről valamit lehet tudni? Semmit. Köszi. Az egészben az a folyam, még én sem tudok pontosan minden 100%-osan. Értem, jól van. De addig, ameddig valami nem biztos, addig fölösleges erről beszélgetni. Jól van, tudod jól, hogy úgyis tudom, hogy elmondod, ha elérkezik az ideje. Nekem legalábbis el szoktad mondani. Nekem mindenféleképpen majd. Na jól van, ezt minden esetre jó hallani. Mennyire tartasz egyébként lépésben, ugye hallottam, hogy ezért alapvetően az utánpótlás generációval foglalkozol a világ nagy változásaival, ugye? Most túl vagyunk a Montpellier Európa-bajnokságon, hídvégi vidlólengésben ugye 5. helyezést ért el, betegen egyébként. Ugye Berki Krisztiánnak most... Nem láttam, de hallottam. Igen, most operálták a vállát, és készülnek a glasgowi világbajnokságra. Egyébként Verecke István tanár úrral itt a világkupák közvetítésén rendszeresen emlegetünk téged, tehát nyilván legfőképpen a gyűrű döntőben, mint a mai napig. Szóval módod azért a világtornáját követni, vagy figyeled? Az igaz, hogy néha így visszanézem a különböző versenyeket, de úgy annyira megmondom őszintén, hogy abban a részében nem. Tehát én meg vagyok itt a klubban, nevelem a csemetéket, az én kis szintemen meg vagyok. Szoktam beszélgetni persze a többi edzővel a nagy versenyekkel kapcsolatban, hogy ki miket csinál, meg hogy csinálja, meg hogy kik vannak ott a toppon, de megmondom őszintén, annyira nem is igen érdekel. Tehát nincs rá vágyam egyelőre most. Egyelőre, értem. De úgy összességében lenne azért arra, Szilas, hogy akár Magyarországon, magyar klubokban, vagy bármelyik klubban, amelyik erre igényt tartana, torna edzői munkát végezzél? Ez egyértelmű. Én ezt kezdtem el otthon, tehát én ebben abszolút látok fantáziát, meg tulajdonképpen én ehhez értek, ezt szeretem csinálni. Hát igen, elég magasra jutottál benne, tehát azt hiszem a hozzáértésedet kár lenne megkérdőjelezni. Ezért kérdezem, tehát azért most nem árt, hogyha ezt így az éterbe belekiabáljuk, hogy a te oldaladon van fogadókészség, ha jól értem, te szívesen csinálnád, affinitásod is van hozzá. Most már csak ezek szerint a másik oldalon kellene felkelteni az igényt ebben az irányban. Én erre már tettem lépéseket annó különben. Igen.
visszajelzés nem volt. Értem. Jó, hát hogy megváltozik ez a, ez a hozzáállás, ez a szemlélet, én ezt csak kívánni tudom, nagyon bízom benne, és hogy vágod-e a centiket a nyári hazajövetelig, csak te tudod igazán, de biztos vagyok benne, hogy azért az addig ott töltött idő is hasznosan telik majd, és hát természetesen nagyon várunk haza, amikor ez a pillanat bekövetkezik, akár ide be a stúdióba is, szívesen látunk bármikor. Boldog születésnapot utólag is. Nagyon szépen köszönöm. Szép napot. Szépen neked is.